Éppen az ebédet porciózzák a szekszárdi közétkeztetési KFT egyik konyháján. A munka folyamatok már hajnalban elkezdődnek, hogy mindenkinek időben kerüljön ebéd az asztalra. Baj Attila ügyvezető igazgató az elmúlt egy év tapasztalatait összegezte. Tavaly július 1-ével vettük át a konyhák üzemeltetését újra. Én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen sikerült az átvétel, tehát nem voltak komoly fennakadások vagy problémák. Abból, amit ígértünk az ételek minőségének a javulása, én úgy gondolom, ezt megtartottuk, bár most készülünk arra, hogy ezt felmérjük. A közétkeztetési KFT-nek a honlapján majd egy-két napon belül megjelenik egy elégedettségmérő kérdőív, ahol szeretnénk azért visszajelzéseket kapni, ezt a honlapon keresztül lehet kitölteni és beküldeni. Tehát mindenképpen föl akarjuk mérni, hogy azért mennyire elégedettek is a szolgáltatásainkat igénybevevők. Itt a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek lesz saját kérdőíve, illetve ilyen elektronikus adatlapja, amit ki tud tölteni és el tud küldeni. Én úgy gondolom, hogy a cég az jól kezdett, a működésünk zavartalan volt, nem komoly problémák nem merültek föl. Amiben még igyekeztünk előrelépni, ugye a járműparkunk az már nem olyan, mint ami ennek lennie kéne, ugye azért 10 év eltelt, és ezek az autók már elhasználódtak. Ennek ugye egyik lépése az volt, hogy egy elektromos teherautót szereztünk be, ami nyilván környezetbarát, gazdaságosabban üzemeltethető. Tehát igyekszünk ilyenekben is előrelépni. Megfelelően karbantartott flottának köszönhetően mindenkihez időben el tudják szállítani az ételt. Eléggé leharcolt állapotban voltak az autók, amikor átvettük őket, tehát azokat is a nagy javításokat el kellett végezni, rendbe kellett rakni őket, és egyet ugye korábban volt egy szintén Crafter dízel járművünk, azt lecseréltük egy elektromos Crafterre. A konyha kapacitása és felszereltsége is lehetővé teszi, hogy napi 3000-nél is több adag ételt állítsanak elő. A felszereltség gyakorlatilag ugyanaz, mint amivel elindultunk annak idején 2010-ben. Tehát ezek az eszközök úgy néz ki, hogy beváltották azokat a reményeinket, hogy 15-20 évig szolgálják majd a közétkeztetés feladatait. Igazán a konyhákban jelentős problémák nem voltak. Tehát mit tudom én, a szokásos karbantartási dolgokat elvégeztük, azon kívül komolyabb probléma nem volt az eszközökkel. Tehát az akkori 10 évvel ezelőtti eszközpark. A két főzőkonyhán, ugye két nagy konyhánk van, a két főzőkonyhán 3300-3400 főre főztünk ugye a csúcsidőszakban. Most ez visszaáll ilyen 1200 főre a nyári időszakban. Ezen kívül ugye a nyári időszakban feladat a táborok ellátása egyéb, tehát azért folyamatosan van munkánk, nem fogunk unatkozni nyáron sem. A létszám a cégnek az a csúcsidőszakban 67 fő. Most egy csökkenő állapotban vagyunk, tehát a nyári létszám az 42, az a stabil, fix létszám. A különbözetet azt pedig igyekszünk úgy megoldani, ugye vannak akik nyugdíjasok, őnekik mondjuk a nyári pihenés azért kell mindenképpen, jó, ha feltöltődnek és úgy tudnak ősszel majd visszajönni, illetve vannak nagy családosok, akinek szintén a nyárra jó ez a megoldás, hogy nem dolgoznak. Aki viszont dolgozni akar, őket ugye átvettük a diákétkeztetési KFT-hez, és a diákétkeztetési KFT élményfürdőben lévő éttermébe, büféjébe foglalkoztatjuk őket, tehát az ő foglalkoztatásuk is folyamatosan megoldott. A cég célkitűzése az egészséges életmód népszerűsítése. Ennek megfelelően ételeiket a legjobb alapanyagokból készítik. Úgy gondolom, hogy azokkal az előírásokkal, ugye, amit annak idején nagyon szidott kormányrendelet előírt, azokkal az előírásoknak betartásával azért elég alapvetően változtak az egészséges életmód irányába a dolgok. Ami problémát jelent a mostani időben az, hogy hát nem olcsósodtak ezek az alapanyagok. Tehát
Most azért úgy gondolom, mindenki érzi, tapasztalja, hogy hát körülbelül ilyen 25%-kal emelkedtek az alapanyagárak. Nyilván az egészséges életmódhoz hozzátartozó alapanyagok sem lettek olcsóbbak, tehát azért nem vagyunk könnyű helyzetben. Ugye most javasoltuk a közgyűlésnek, hogy emeljék a nyersanyagnorma szintjét, sajnos 20%-kal kell emelni, tehát csak akkor tudjuk megoldani továbbiakban is a feladatot. És akkor ilyen meglepetések is érnek bennünket, hogy májusban volt ugye a pékáruknak az áremelése, az egy ilyen 30% körüli emelés volt, és most bejelentették, hogy akkor augusztus 1-től újabb 20%, tehát nem lesz egyszerű megoldani ezt a történetet, de hát igyekszünk mindenki igényének biztosítani az étkeztetést. Nyilván 3000 fő szájízére nehéz főzni, tehát ezt azért ne várja tőlünk senki, hogy mindenkinek a saját egyéni szájíze szerint, de hát igyekszünk azért olyan ételeket biztosítani. Volt egy-két változtatás, a levesek, amik például azért a gyerekek körében nem annyira népszerűek, nem annyira fogyasztják, ott próbáltunk ugye gyümölcsleveket behozni, tehát egy kicsit színesíteni a dolgokat, tehát próbálunk folyamatosan előrelépni ezekben. A konyhai eszközök és iskolai éttermek fejlesztése a következő cél. Erre pályázatokon keresztül lesz lehetősége a cégnek.